Magyar hangok. Berlaki István. Mezei Kitti. Szabó Máté. Andrész Kati. Megyeri János. Perzselő szenvedélyek. Asszonynézőben. Se kedvem, se időm vitába szállni ezzel a kis stílű, akadékoskodó alakkal. Légy szíves, közöld bele, hogy én, mint a holding jogtanácsosa és Torvald herceg ügyvédje, pontosan tudom, hogy mit teszek. És most bocsáss meg, kérlek, vár a helikopter. Ügyvéd úr, a fotók és a dossziék amennyire így hamarjában futotta. Sajnos rossz híreim vannak. A hármas számú hölgy kiesik. Miért? Mert betört Hofstetter bankigazgatóhoz és vizsgálati fogságban ő. Hogy fordulhatott ez elő? Elnézést, de ha jól tudom, nem óvónéninek szerződtetett. Na jó, jelentkezem, amint a herceg meghozta a döntést. Jó. Hálószoba. Felség, kopogtak. Nézd meg, ki az. Jó napot, Gessvein úr. Jó napot, Henlein asszony. Hogy van ma a herceg? Sajnos nem túl jól. Négy szem közt kell beszélnem vele. Jó, rendben, de kérem, ne túl sokáig. Csengetek, ha elmegyek. Na végre. Hol voltál? Ha lenne számítógéped, elküldhetném e-mailen a szerződéseket. A számítógép arra kell, hogy megspórolják a személyzetet. Én szeretem a személyzetet, és utálom a számítógépet. Itt vannak a dubai szerződések, aláírásra készen. Még egyszer át kellene nézni. Jó, majd később átnézem. Megvannak a fotók? Természetesen. Bár a választék kisebb, mint szerettem volna, de a specifikációk is rendkívül szorosak. Tessék. Az egyes számú jelölt. Ideadnád a szemüvegem? Ott van a fejeden. Emily von Arndt grófnő. Művészettörténelem szakos egyetemista Münchenben. Az apja teljesen el van adósodva és alkoholista. Biztos kész üzletet kötni, ha pénzzel fenyegetik. A házi orvos kartonja alapján egészséges, teniszezik. És széles a csípője. Kettes számú jelölt. Brigitte Lowfeld baronesz, torna tanárnő.
Kérlek, ne. Miért ne? Ismered? Az apja egy agyalágyult hülye. Elnézést, ritkán használnak ilyen jelzőt, de ez esetben sajnos nagyon is találó. Jó, akkor már csak a hármas számú jelölt marad. Ursula Kaminski. 23 éves pincérnő egy hamburgi étteremben. Kaminski? Pincérnő, nos, ha ezt holmi tréfának szántad, kifejezetten ízléstelennek tartod. Előbb hallgasd végig, ami a dossziéban szerepel. A lány Bernben született, Alterhofer professzor magánklinikáján. A legjobb internátusokban nőtt fel. A szülei ismeretlenek. Az iskoláztatása egy vagyonba került, amit különféle kerülő utakon egy amerikai alapítvány fizetett. Azért jutottunk a nyomára, mert kétségbe esetten megpróbált Hofstetter közelébe kerülni, az ő bankján keresztül futottak az átutalások. És a lány? A legjobb nemesi család sarja. Ugyanis egy vérbeli Lichtenthal. Legalábbis az apát illetően. Az anya neve ismeretlen, de annak alapján, amiket megtettek, hogy megőrizzék anonimitásukat, szintén a legjobb, ha nem a legeslegjobb családból származik. Ezen még dolgozunk. Segítenél? Le kell dőlnöm egy kicsit. Jó reggelt. 7 óra van. Jön az injekció. Rendben. De igyekezzen, mert még várok egy hívást. És fenséged ezúttal hová kéri? Ezt magára bízom. Ha még talál olyan helyet, ami nem sebes. Na, akkor lássuk csak. Kérem, lazuljon el. Oh, Dagmar maga egy szadista, mondtam már. Az arára. És mit gondolsz, mikor találkozhatok vele? Sajnos még van egy apró probléma. A grófnő jelenleg vizsgálati fogságban van. Mi? Ursza! Jól van, ennyi elég. Legyenek szívesek, foglaljanak helyet. Hogy vagy? Találtál már ügyvédet? Igen. De 3000 eurót akar, mielőtt egyáltalán belekezd. Előlegként. És egyébként sem veszi be a történetedet. De pontosan úgy történt, ahogy mondtam. Az a bankár azt állította, hogy betörtél hozzá a házba, és több mint 20 000 euró hiányzott az íróasztaláról. Még csak be sem mentem a házba. És állítólag fegyver is volt nálad. Mi? Igen. Minden esetre találtak egy pisztolyt. Ursula, én hiszek neked. Csak miért tette volna ezt? Mert a nyomában voltam. Hofstetter bankjából érkeztek azok a havi csekkek, és ha ő az apám, akkor... Akkor? Ha nem hagyod abban, még nagyobb bajba kerülsz. Ursula, a szülők általában nem olyan őrült szuperek. Én az enyémekkel többnyire csak veszekedtem. Ezt te nem érted. Senki sem érti. Dr. Gesswein? Fenség? A bátyámnál volt? Néhány halaszthatatlan aláírás. Üzletet kötünk az emirátusokkal. Ugyan, ennyire naívnak néz engem. Friedrich készül valamire, érzem. Miért nem kérdezi meg tőle? Maga is tudja jól, hogy nem áll szóba vele. Ez nekem új. Dr. Gesswein,
Az orvosok 2-3 hónapot adnak a bátyámnak. Ugyan kérem, ezek az urak már tavaly is ezt jósolták. Mindegy. Gondolkodjon el, hogy mi lesz utána, és hogy melyik oldalra akar állni. Az ex-főnöke sírja elé, vagy mellém és a fiam mellé. Bocsásson meg, de az ilyen fontos döntésekben, mint jó ateista, mégiscsak a Bibliához igazodom, ami azt mondja, mindennek megvan az ideje, az életnek és a halálnak. És most, ha megbocsát nekem, fenség. Anya? Benjamin. Geszwein Friedrichnél járt, azt állítja, hogy az arabok üzleti részesedéséről van szó. De nem bízom benne. Sosem bíztam benne. Geszwein hamis kutya. Alábecsülődőt, anyám. Egy farkas. Miért? Hallottál valamit, hogy mire készül? Ezt honnan veszed? Itt élek elevenen eltemetve. Én vagyok. Jöjjön értem körülbelül 1 óra múlva a Fulzbüttelbe. Az összes többit később. Őt akarja. A főnökének jó ízlése van, de én a művészettörténészt választanám, nincs igaza? Magát nem kérdeztem. Elnézést. De ez nem lesz olcsó. A pénz nem számít. A lényeg, hogy minél előbb szabadlábra kerüljön. Tessék, 2 sör az uraknak. És ha szabadna, rögtön számolnom. A vendégem. Tessék, így rendben. Köszönöm. Kérem. A bíró 20 000 euróban állapította meg az óvadékot. Van egy ügyvédismerősöm, aki biztos elvállalná, de ő is pénzt akar látni, ha diszkréten kell lebonyolítania ezt az egészet. Sajtó nélkül, stb. Mennyi? 10. Jó. 20 000 óvadék és 20 000 magának és az ügyvédjének, ha a hölgy ott van nálam a hotelban. Mondjuk holnap az Atlantikban. Meglátom, mit tehetek. Egészségére. Mennem kell. Ha továbbra is minden ilyen jól megy, örülni fog a számlája. Akár hiszi, akár nem, teszek a számlámra. Szeretem ezt a munkát, és ingyen is elvégezném, de kérem, ezt ne adja tovább. Távol álljon tőlem, és magától is. Egyetlen szó az üzletünkről valakinek, és gondoskodom róla, hogy még Ausztráliában se kaphasson megbízást. Ugye tudja, hol talál meg? Viszlát. Üdvözlöm, ügyvéd úr, munka van? Kaminski, Ursula, 20 000 az óvadék. Holnap ki akarom hozni. Sajtó nélkül, pontosan. Azt nem mondhatom, meg még nekünk privát kopóknak is vannak hivatalos titkaink. Holnap 10 kor a fogház előtt, rendben? Jó, viszem az összes papírt. Ciao. Professzor lőtte. Tudod, hogy nem szeretem a nyulat? Edd meg te. Ülj le. Ülj le és egyél. Egyél.
Mióta is ismerjük egymást? 30-40 éve? Szent Martin napján lesz 42 éve. 42 év. Egy fél örökké valóság. Hamarosan megünnepelhetnénk az aranylakodalmat. Ha hozzáadjuk azt a 9 évet, amikor az apámnak segítettem a kerti munkában, már 51. Kedvelsz engem? Úgy értem, tudod, hogy értem. Ezt a kérdést még sosem tettem fel magamnak. Ó, József, rajta egyél tovább. Elnézést, de mit akar fenséget hallani? Fenség nem hallani akar, fenség tudni akar. Fenség azt akarja tudni, hogy ennyi év után megbízhat-e benned. Ha nem ez lenne a helyzet, nem lennék itt. Tessék, már csak kevés időm van hátra, de szeretnék örököst hagyni magam után. Tetszik a kép? Ursula von Lichtenthal. A jövendőbeli főnöknőd. És örököseim anyja. Jó napot, Kaminski asszony. Ki maga? Paul Danner. Nyomozó? Na igen, nem hangzik olyan krimiszerűen, mint a magánnyomozó. És mit akar? Nem ülne le egy kicsit? Ugyanis eltart egy ideig, amíg előterjesztem az ügyfelem javaslatát. Kész arra, hogy letegye az óvadékot a bíróságon, és hogy az ország legjobb ügyvédeit bízza meg a maga védelmével. És? Ki az? Azt nem mondhatom el. Ügyfelem jelenleg még anonim kíván maradni. Meg kell jegyeznem, hogy a beszélgetésünk teljes tartalmát abszolút diszkréten kell kezelni. Lehetséges, hogy az ügyfelének köze van ahhoz, hogy itt ülök? Mert ez esetben már is elmehet. Nem akarja tudni, kik a szülei? Nem mondhatom el, kinek a megbízásából vagyok itt, de azt igen, amit a kutatásaim során kiderítettem. Kutatásai? Kérem. Maga augusztus 27-én éjjel 2-kor jött világra egy Berni klinikán, aztán átadták a kantoni árvaháznak. Igen, ezt tudom. De innen eltűnik a nyoma, amíg újra felbukkan Luzernben, ahol az egyik legjobb svájci internátusban élvezte a kiváló oktatást. Addig, amíg egyszer csak úgy döntött, hogy fütyül az ismeretlen jótevőjére. Pontosan. És még az érettségi előtt eljött Hamburgba, és elkezdett egy kávéházban dolgozni. Egyidejűleg megpróbálta, eredménytelenül, mint látjuk, a saját szakállára kideríteni, hogy kik a szülei.
mi sikeresebbek voltunk. Maga tudja, hogy kik a szüleim? Kaminski asszony, maga nem a megfelelő helyre tört be. Hogy pontosan értse, Hofstetter igazgató ebben a játékban csak egy gyalog, nem a király. És ki a király? Kérem! Azt nem mondhatom meg. De ha aláírja ezt a meghatalmazást, először is szabad. Én a maga helyében megtenném. Igen, tessék! Sok szerencsét. Miért? Abból sosem lehet elég. Engedje meg, hogy bemutassam, Dr. Geswein, Ursula Kaminski. Örvendek. Kérem, fáradjon beljebb. Foglaljon helyet. Egy pohár pezsgőt talán? Nem, köszönöm. Kérem, várjon odalent. Rendben, értettem. Na, ez gyorsabban ment, mint remélni mertem. Hogy érzi magát? Nem szeretnék udvariatlannak tűnni, de talán térjünk rögtön a tárgyra. Foglaltam asztalt az étteremben. Mi a véleménye? Fel is hozathatunk valami apróságot, de ahogy óhajtja. Ahogy óhajtja. Miért nem mondja meg végre, hogy mit akar tőlem? Kérem, foglaljon helyet. Na jó, ha nem, hát nem. Mindent köszönök, de most hazamegyek. Összességében már több mint 100 000-et fektettünk magába. A per és a többi hercehurca még egyszer ennyibe fog kerülni. Tehát, kérem, meg kell értenie, hogy csak addig szabad, amíg együttműködik velünk. Danner úr azt mondta, hogy ajánlata van számomra. Tehát, beszéljen végre! Kérem, foglaljon már helyet! Ez micsoda? Portói bor. Körülbelül annyi idős, mint maga. Bocsásson meg, de most tényleg nem akarok inni. Nem kell bocsánatot kérnie, grófnő. Ez a sok privilégium egyike, ami egy ilyen hölgynek jár. Aki általában megkap mindent, amit csak óhajt. És ez a maga esetében több, mint amit el tudna képzelni. Ha elfogadja az ajánlatomat. Ajánlat, grófnő, hogy értsem ezt? Nincs semmi tévedés. Vagy azt hiszi, hogy befektettünk volna ennyi pénzt egy ítéletre váló ifjú hölgybe az utcáról? Mit akar tőlem? Ez a férfi gyakorlatilag a csatornából húzott ki, ahogy most én magát. És azzá tett, ami ma vagyok. Sajnos nagyon beteg, és valószínűleg nincs sok ideje hátra. Ezért arra kért, hogy keressek neki egy asszonyt, aki kész megajándékozni őt egy örökössel. Fiú örökössel persze. A választás magára esett. Higgye el, minden asszony irigyelné magát, nyíltan vagy titokban. Mert maga és a fia a leggazdagabbak közé fog tartozni ebben az országban. És mellesleg megtudhatja, hogy kik a nagyszülei a gyermekének. Most viccel velem? Sajnos nem hagyhatok magának túl sok időt a döntésre. Mert az idő sürget. De amíg megissza a portóit, várhatok. Tehát? Látni akarom. Jó. Még sokszor gondol majd erre a pillanatra élete során. És én is. Remélem egyikünknek sem kell megbánnia. Kitűnő évjárat, igaz?
Igen. Értettem, doktor úr. Álljon elő a kocsi. Rendben. Beszélni akar a barátnőjével, egy bizonyos Jutta Fabiannal. Közös lakást bérelnek. Tisztában vagyok vele, de az ilyesmit előre kell tudnom, ha jó munkát vár tőlem, oké? Okay? Jutta! Ursula! Szia! Kint vagyok, de már is mennem kell tovább. Mi? Mit jelentsen az, hogy kint vagy? Csak nem léptél le. Ugyan, valaki kifizette az óvadékot. Mi? 20 000-et? Ki? Nem mondhatom el neked, de kérlek, ne aggódj, értem, jó? Jó fej vagy, más sem teszek, mint aggódom, érted? Ursula! Jutta, úgysem hinnéd el, ha elmesélném neked. Kész őrület, lehet, hogy megtudom, kik a szüleim, de most indulnom kell. Na. Hol a nadrágom? Tessék. Köszönöm. És mikor látlak újra? Nem tudom, majd valamikor. Egyébként igazam volt, ez a bankár mártott be. Most zsarolni akarnak, de engem ugyan nem fognak. Kicsodák? Pont ezt akarom kideríteni. De Rolfnak egy szót se jó? Előbb én akarok beszélni vele, oké? Okay? Mi történt, Ursula? Aggódom, érted? Minden jóra fordul. Nyugi, hamarosan. És az mikor lesz? Éjszakás vagyok, és 2 előtt nem érek haza. Jó, nem számít. Bemegyek hozzád a kávéházba, de tényleg nem tudom mikor. Mennem kell. Ne nézz így. Minden oké. Igen. A Torvald herceg? Igen, a Torvald herceg. Ezt nem mondja komolyan. Talán most már megérti a biztonsági intézkedéseket. Jöjjön, szálljon be. Danner! Menjen előre a kápolnához, majd jelentkezem. Rendben. És közben próbáljon meg kideríteni mindent a barátjáról. Az előbb megpróbálta felhívni. Rolf Paulust? Minek már ellenőrizte? Ellenőrize még egyszer. Főleg azt, hogy mi van köztük. Oké. Okay.
Látja azt a falut? Ott. Ott kezdődik a hercegi birtok. Összesen 120 ezer hektár. Egyszer majd a magáé és a fiáé lehet minden, ha van elég bátorsága ahhoz, hogy belemenjen ebbe a rizikóba. Miért én? A herceg akárkit megkaphat. De maga nem akárki. Itt Gaswein? Kapcsolnál nekem Józsefet? József? Beszélt magával a herceg? Jó, rendben. Kérem, gondoskodjon róla, hogy észrevétlenül jussunk be a herceghez. Körülbelül 10 perc múlva landolunk. Jó. Rendben. Viszlát. Óvatosan! Itt tényleg lakik valaki? Igen, mindenki. A herceg összes csatlósa. És kérem, ha találkoznánk valakivel, hagyjon engem beszélni. Maga csak mosolyogjon. És tessék, ezt fogja meg. Hivatalosabbnak tűnik. Jöjjön! Megszerveztem egy személyzeti gyűlést az ebédlőben, és a herceg húga elment Holvég grófhoz bridzselni. Mint minden csütörtökön. Tessék, erre parancsoljon. Igen. Olyan, mint egy rémálom. Így fest magának egy rémálom? Jöjjön velem. Jöjjön, megmutatok valamit. Nézze meg ezt a képet. Hans Holbein festménye. A becsült értéke 2 és 5 millió között van. Az ifjú asszony Henriette von Thorwald. Alig volt 12 éves, amikor eligérték a Thorwald nemzetség alapítójának. És csak 16 éves volt, amikor hozzáment. Itáliában élt, és több mint 3 hónapig tartott az út fel ide a hideg éjszakra. A férje, aki egyébként 30 évvel volt idősebb nála, előtte még sosem látta. A legenda szerint Henriette annyit sírt az úton, hogy a bódenitó kiáradt a medréből azon a tavaszon. Feleslegesen sírt. Nagyon boldog lett a házasságuk. Ha ez megvigasztalja, nekem se túl könnyű ez az egész. Tessék! Jó napot! Jó napot! Kérem, bocsássa meg, hogy nem állok fel. Az egészségi állapotom. Kérem, foglaljon helyet. Az ügyvédem nem veszi jó néven, ha kifárasztom magam. Ülj le te is! Kérlek! A valóságban sokkal bájosabb, mint ezen a fotón.
és nagyon hasonlít az édesanyjára. Ki az édesanyám? Helye hevesen. Kalimpál a szíve? Igen. Higgyel, nekem is ugyanúgy kalimpál. Előterjesztették már az ajánlatomat? Ha az ajánlaton a zsarolást érti, amivel az ügyvédje ide csalt, akkor igen. Zsarolás? Igen, de ha azt hiszi, hogy megvásárolhat engem, nagyon téved. Megvásárolni? Mi jut eszébe? Egyáltalán minek van itt? Akár azonnal haza is mehet. Menjen! Menjen! Maradjon, az egész csak félreértés. Mindent meg lehet beszélni, Friedrich. Maradjunk tárgyalatosak. Miért? Én egy üzletet ajánlok. Ő meg szórakozik ezen. Jó, akkor hagyd. Elég szokatlan üzlet, de azért üzlet. Kérlek, ne veszítsd el a nyugalmadat. Na jó. Foglaljon helyet. Kérem, grófnő, foglaljon helyet. Az ajánlatom legyen a feleségem. Én elmondom, hogy kik a szülei, és cserében ajándékozzon meg egy örökössel. Ne féljen! A nász éjszaka nem a szokásos értelemben fog lezajlani. Egészségileg nem is vagyok abban az állapotban. Sajnos. De vannak manapság jelentősen megbízhatóbb és jobb módszerek is. Úgy érti? Igen. Mi is a neve? Az inszeminációról beszélünk. Tisztában van vele, hogy mit kér tőlem? Egy üzlet, igen? Egy gyerek nem üzlet. Egy gyerek az... A saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy mit jelent, ha üzletként kezelik az embert. És ha a szeretet csak egy csekk, ami havonta jön. Jó. Akkor mit akar? Száz esztendeje, több száz esztendeje. A házasság pusztán csak üzlet. Az én generációmban, a mi családunkban minden házasság üzlet volt. Hogy az is marad-e? A partnerektől függ. Néha megjön a szeretet is. De... Mint mondtam, annyi időnk már nincsen. Megkérdezhetem, hogy mi baja? Azt hiszem, itt be kellene fejeznünk. Pillanat. Várjon még. A szeretetről beszélt. És a tiszteletről. És ha úgy érzi, hogy ez lehetséges, akkor az is hozzátartozik, hogy megbízunk egymásban. Igaz? Igaz. Akkor mondja meg, hogy kik a szüleim. Most. Friedrich. Nem tehetem. Még nem. A maga védelmében. Hiszen a saját bőrén tapasztalta, mi mindent követtek el, hogy ezt az információt távol tartsák magától. Egy Ursula Kaminskyt feltűnés nélkül el lehet tüntetni. Egy Thornwald hercegnét nem. Eltüntetni? Úgy ennyi elég, jöjjön kérem. Ajj. Gondolja meg még egyszer. Én megértem az érveit, megértem magát, és ennek jeléül, emlékül, vagy talán egy hosszú kapcsolat kezdetéül, ez a magáé. Kérem, fogadja el. Volna szíves odakint várni egy kicsit? Ugye tudod, hol áll a flaskám? És rögtön mellette van az életrajza. Az életrajzod? Igen, ott a polcon. Add oda neki. Hiszen nem marad sok időnk. Nem, egy kicsit balra. Az a vörös kötet. Igen. Thank you.
Előszoba. Jöjjön, mindjárt vége a személyzeti gyűlésnek. Újságnál? Miért csak most tudom meg? Hiszen lenyomoztad. Igenis baj, egy bulváríró. Jönnek. Találkozunk a váltásnál, rendben? Adja vissza a hercegnek. Nem vagyok kislány, és nem is sírok annyit, hogy kiáradjon a bodemit. Henriette Rubinja. Tudja, mit jelent ez? Igen. Azt jelenti, hogy a herceg egyedül rám bízta a döntést. És ha elfogadom a gyűrűt, akkor úgy fest, mintha már döntöttem volna. Ezt nem akarom. Nem is megy ilyen gyorsan. Na jó, akkor Danner most hazaviszi. Mostantól kezdve az ő védelme alatt áll éjjel-nappal. Amíg nem hozza meg a döntést, ne tegyen semmit valamelyikünk beleegyezése nélkül. Maga meg jelentkezzen, amint hazavitte a grófnőt. Rendben. Mindent maga bonyolít. Többé semmi kapcsolat velem vagy a herceggel. Értettem. Köszönöm, grófnő. Jobban tartotta magát, mint gondoltam. Magyar hangok. Berlaki István, Mezei Kitti, Szabó Máté, Andrész Kati, Megyeri János, Vas Gábor, Madarász Éva, Láng Balázs, Versényi László, Juhász Zoltán, Bőm Anita, Juhász György. Magyar szöveg Niklós Krisztina, hangmérnök Hegede Béla, vágó Makai István, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Kirti Ildikó. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.